A pénz misztikumáról annyit tudnék röviden mondani, egy rövid példában, hogyha tudsz biciklizni, kerékpározni, akkor az egy teljesen egyszerű dolog. Annak, aki nem tud biciklizni, nem tud kerékpározni, annak egy teljesen misztikus dolog, hogy két keréken hogy tud menni, és miért nem dől fel, miért nem borul fel. Ugye is próbálta, és felborult. Aki tud, az meg ösztönösen csinálja. Mit csinál, aki tud kerékpározni? Amikor balra dől a kerékpár, balra tekeri a kormány, amikor jobbra dől, jobbra tekeri. Állandóan korrigál, hol balra, hol jobbra, ezzel tud egyensúlyban maradni. Ez egy rettentő egyszerű dolog, ugyanezt kell csinálni a gazdaságban. Az első pénzek, amik bejöttek, megizleltem a pénznek az ízét, tehát hogy milyen jó, hogy van pénzem is, tudok költeni, pénz van a zsebemben, és ez egyre többet akartam. Tehát először csak 30 ezeret akartam keresni havonta, később 50-et, 100-at, stb. Tehát az elme az mindig többet kíván, mint hogy többet cigizünk, többet iszunk, többet eszünk, ettől hízunk. Ugye? Tehát ez egy ilyen spirál, fölfele tartó spirál, nincs vége, az elme mindig pont többet akar, mint amit van. Mai közönség zseniális volt, most már többször előadtam a hasonló témákban, ilyen jó közönséget még nem találtam. Tehát itt zseniálisakat mondtak, látszott, hogy nem először hallanak ilyen témában előadást, abszolút érezték, nevettek, élvezték az előadást, ez azt jelenti, hogy rezegtek rá, rezonáltak rá, tehát egy rezgésben voltunk. Az egy üzenetem, amit mondtam, hogy mindenki találja meg a mantráját, az én mantrám a mindenre képes vagyok, könnyed és laza, mert bizniszt úgy lehet csinálni és életet, hogy elképzeled, hogy te képes vagy rá, van képed róla, könnyednek kell lenned, lazának, illetve egy képednek kell arról lennie magadban, egy mély belső képednek, hogy te pénzt tudsz keresni, pénzt tudsz elfogadni, hogy neked egy jó párkapcsolatod tud lenni, hogy egy jó családi életed, stb. Ha erről képed van, akkor meg tudod teremteni. Van még egy nagyon fontos mondani valóm, 4 órába telik a kifejtése, ezt most talán mellőzzük.